Imádkozunk engesztelesül a káromkodásokért és istentelen beszédért. Áldott legyen az Isten. Áldott legyen Isten. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen szent neve. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus szent neve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus szentséges szíve. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus drága vére. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen Jézus az oltári szentségben. Áldott legyen a vigasztaló szent lélek. Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele. Áldott legyen Szűz Mária szent neve. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen. Kenyeret adtál a mennyből, amely minden gyönyörűséggel teljes. Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, felszentelt paptávol létében ma nem szent misén veszünk részt, hanem ige liturgiát tartunk áldoztatással. Az évközi idő Jézus életére és tanítására emlékeztet minket. Minden istentisztelet növeli bennünk a hitet, erősíti a reményt és tökéletesíti a szeretetet. Ennek feltétele, készséges szívvel hallgassuk Isten igéjét, és vegyük magunkhoz Krisztus testét. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent cselekményben. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, őrizd szüntelen jóságodal egyházadat, és erősítsd mindenkor oltalmaddal, mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a Királyok első könyvéből. Amikor Salamon király megöregedett, pogány származású feleségei idegen istenek szolgálatára csábították. Nem ragaszkodott már olyan tántoríthatatlanul az Úrhoz, az ő istenéhez, mint atya Dávid, hanem Asztóretet tisztelte, a Szidóniak istennőjét, meg Milkómot, az Amoniták bálványát. Ezzel Salamon olyat tett, ami nem tetszett az Úrnak, nem követte olyan álhatatosan az Urat, mint atya Dávid. Ekkoriban épített Salamon szentélyt Kámosnak, a Moábiták bálványának, a Jeruzsálemmel szemben fekvő hegyen, aztán meg Moloknak, az Amoniták bálványának. Így tett kedvére többi pogány származású feleségének is, akik a maguk istenének gyújtottak tömjént, és mutattak be áldozatot. Az Úr megharagudott Salamonra, mivel szíve elfordult Urától, Izrael istenétől. Az Úr kétszer is megjelent neki, és megparancsolta, hogy ne kövessen idegen isteneket, de ő mégsem tartotta meg, amit az Úr parancsolt neki. Ezért az Úr kijelentette Salamonnak: mivel ezt tetted, és nem tartottad meg szövetségemet, meg a neked adott parancsaimat, elveszem tőled királyságodat, és egy alattvalódnak adom. Atyádra, Dávidra való tekintettel nem teszem ezt a te napjaidban, hanem fiat kezéből veszem majd el. De nem veszem el az egész királyságot, egy törzset meghagyok fiatnak, tekintettel szolgámnak, Dávidnak érdemeire, meg Jeruzsálem miatt, amelyet lakóhelyül választottam. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasza: emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez te jóságos vagy. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez te jóságos vagy. Boldog, aki a törvényt megtartja, akinek tettei mindenkor igazak. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, látogass meg minket üdvösségeddel. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez te jóságos vagy. Atyáink a pogányok közé vegyültek, és cselekedeteiket eltanulták. Bálványaiknak szolgáltak, ez lett a vesztük. Emlékezzél meg, Uram, rólunk,
hiszen népedhez te jóságos vagy. Fiaikat, lányaikat áldozatul adták a démonoknak. Ezért az Úr haragra lobbant népe ellen, és megutálta örökségét. Emlékezzél meg, Uram, rólunk, hiszen népedhez te jóságos vagy. Alleluja! Alleluja! Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, amely megmentheti lelketeket. Alleluja! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza. Itt betért egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban. Egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, tudomást szerzett róla, oda sietett, és a lábához borult. Az asszony szír-föniciai származású pogány volt. Azt kérte tőle, hogy űzze ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította. Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek, mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik. De az asszony így folytatta. Igaz, Uram, de az az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek elmorzsálnak. Jézus azt válaszolta. Szabad jutalmaként menj, a gonosz lélek elhagyta leányodat. Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek. Ezek az evangélium igéi. Kérjük testvéreim bízó lélekkel az Atyaisten irgalmát magunknak, valamint távol lévő és gondokkal küzdő testvéreinknek, hogy a keresztényeket megerősítse hitük álhatatosságában és egységében, kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Hogy minden népnek megadja a szeretetben és az igazságban gyökerező békét és igaz egyetértést, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben, és küldjön sok munkás szőlőjébe, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy ifjúságunk megőrizze a tisztasság erényét, a családok pedig békében és egyetértésben éljenek, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy mindnyájunknak, akik ebben a közös áldozatbemutatásban részt veszünk, és távol levő testvéreinket is elvezessen országába, kérjük Urunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints megszentelődve hozzád könyörgő népedre, amely nélküled nem maradhat meg, és ezért irgalmadban bizakodik. Állj mellette bőkező jóságoddal, és úgy enged boldogulni itt a földön, hogy elnyerje az örök életet Krisztus, a mi Urunk által. Az ige liturgiában az Úr Jézus szólt hozzánk. Ő azonban köztünk akart lenni a kenyér alakjában is, hogy eledelül adja nekünk önmagát. A szent áldozás összeköt minket Krisztussal és egymással is. Az eukarisztia mindig a szent mise gyümölcse. Most idehozzuk az oltár asztalára, fejezzük ki hitünket, imádásunkat, szeretetünket az oltári szentségben köztünk levő Úr Jézus Krisztus iránt.
Az Úr Jézus köztünk van az élet kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk őt, a mi megváltónkat. Dicsérjük és magasztaljuk a legszentebb oltári szentségben. Minden egyes fohász után ezt feleljük, imádunk téged. Dicsérünk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus, aki az oltári szentségben közel vagy hozzánk. Imádunk téged. Urunk Jézus Krisztus, az Atyának fia, te kinyilatkoztattad nekünk Isten országának titkait. Imádunk téged. Te meghívtál, magad köré gyűjtöttél, és szent népeddé tettél minket. Imádunk téged. Te előttünk jársz, életünk útjain. Imádunk téged. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mondjunk köszönetet Istennek minden jó téteményéért, különösen is azokért, amelyeket mai Isten tiszteletünk alkalmával ad nekünk. Közös feleletünk ez legyen, hálát adunk neked mindörökké. Hálát adunk neked, Atyánk, az életért, és minden testi-lelki adományodért. Hálát adunk neked mindörökké. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy Jézus Krisztus által megadtad nekünk az üdvösség reményét. Hálát adunk neked mindörökké. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy fiad érdemeiért folytonosan segítesz minket a krisztusi élet útján. Hálát adunk neked mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Dicsőítsük és magasztaljuk Jézust, aki meghív minket szent asztalához. Közös feleletünk ez legyen. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, milyen nagy szeretetről tanúskodnak szavaid, amikor magadhoz hívsz minket, jöjjetek hozzá mindnyájan, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, én megenyhítelek titeket. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, szent tested vétele jelzi és megvalósítja köztünk a lelki egységet. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, szent lelkeddel szüntelenül arra késztetsz minket, hogy jót tegyünk, és ebbe bele ne fáradjunk. Magasztalunk érte, Urunk. Urunk, te erőt adsz ahhoz, hogy szeretetben és békében tudjunk élni, és erről tanúskodjunk az emberek előtt. Magasztalunk érte, Urunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét,
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség körülünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem szentested és véred által minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívedben. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életben. Adjunk hálát az Úrnak irgalmasságáért, az emberek fiaival tett csodáiért, mert bővizet adott a szomjazónak, és az éhezőt eltöltötte minden jóval. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel hűljenek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből adtál innunk. Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén, Krisztus, ami Urunk által.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez értünk. Ebben az órában Isten szavának hallgatói és az Úr asztalának vendégei voltunk. Az Úr megajándékozott minket az ő igéjével és szent testének kenyerével. Így Szent Pállal mi is elmondhatjuk, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Köszönjük meg Istennek ezt a nagy ajándékot, de ne csak szavunkkal, hanem Istennek tetsző életünkkel is. Most pedig befejezésül fogadjuk a jó Isten áldását. Áldjon és őrizzen meg minket az Isten. Ragyogtassa reánk arcát, és legyen hozzánk irgalmas. Fordítsa felénk tekintetét, és adja meg nekünk békességét, így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Isten tiszteletünk véget ért, menjetek békével. Isten őrizzen. Jézusunk, lelke körpásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szüzanya, a magyarok nagyasszonyok közbenjárására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.